A Varga Imre, Toma József páros összesítésben a 29. helyen, kategóriájában pedig 13. helyen zárta az Afrika részt. A Autosport és Formula magazin vendége Varga Imre, köszöntelek a stúdióban. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. És nagy-nagy tisztelettel gratulálunk ehhez a remek eredményhez. Köszönjük szépen. Mert hogy a BMW-vel nagyon szépen teljesítettétek az Afrika részt, hát persze sok-sok nehézség közepette. Mindezekről majd beszélgetünk nem sokára, de mindenekelőtt kérlek azt áruld el, hogy neked vagy nektek mennyire vált régi álmotok valóra? Hát nekem személy szerint ez 2002 óta az álmom, hogy eljussak versenyzőként egy ilyen versenyre. Akkor voltam kint a Dakar céljába, Sharm el-Sheikhbe, és akkor valami a levegő varázsa megfogott, hogy nekem ide valamilyen úton, módon el kell jutnom. Több különböző csapattal, asszisztanszautó sofőrjeként sikerült a Dakar rallin is mennem, és az Afrika Eco részen is, ami a Dakar-rali régi útvonalán megy, és tavaly évben, illetve idén lehetőség nyílott arra, hogy támogatóinak köszönhetően versenyzőként is részt tudtunk venni, úgyhogy 16 év. A Dakarban egyébként nem gondolkoztál? Te Afrikához ragaszkodsz? Én ezt az útvonalat, tehát ezen az útvonalon én már jártam, és nekem ez nyerte meg a tetszésemet. Nyilván az is egy nagyszerű kihívás lenne, de mind anyagiakban, mind távolság szempontjából számunkra ez az elérhető és a megfizethető. Hogyan készül az ember az Afrika részre egy ilyen nagy-nagy megméretetéssel? Hát ez úgy kezdődött, hogy tavaly január 1-én, mikor hazajöttünk, és leszálltunk a gépről, akkor én eldöntöttem, hogy mindenféleképpen menni szeretnénk. A régi versenyautómat szét lett szedve darabokra, és ennek a célnak megfelelően elkezdtük felújítani. Hát majd sajnos szembesültünk vele, hogy nem az elképzeléseknek megfelelően alakul az autónak az újraépítése. És hát ekkor elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen autóval kéne megvalósítani ezt a dolgot, és hát Fazekas Karcsi jó voltából sikerült az ő általa épített X6-os BMW-vel elindulunk ezen a versenyen. Én azt gondolom, egy tökéletes mai kor minden követelményének megfelelő versenyképes járművet kaptunk, ami nem teljes mértékben sivatagi versenyre volt felkészítve, de én azt gondolom, hogy minimális javításokkal azért a célját elérte a történet, és be tudtuk vele fejezni a versenyt. Itt a teljes mezőnyben, mert ugye elárultad még a felvétel előtt, kettő BMW volt, az egyik 30 kilométert ment. Igen, volt egy olasz jármű, ami még Marokkóban az első köves gyorsasági 30. kilométerénél nem kívánta tovább folytatni a versenyt, úgyhogy BMW-vel maradtunk mi egyedül. Az első szakaszt után azt olvastam a közösségi oldalatokon, hogy azt írtad, hogy azt mondtad, hogy mintha veszprémi lőtéren mentünk volna, csak nagyobbak a kövek. Igen, az első marokkói szakasz, ami a Kombol kikötés után történt, az megítélésem szerint nagyon hasonlít a veszprémi lőtérhez, ahol már jó pár alkalommal volt szerencsém menni. Tényleg annyi a különbség, hogy sokkal hegyesebbek a kövek, tehát könnyebben kivágják a gumit, és jóval nagyobbak, de maga a talaj ugyanaz a kemény köves sziklás rész, tehát ez nem nagyon okozott nekünk újdonságot ennek a teljesítése. Ugye miután az autóval nem sikerült előtte mennünk, tehát ez volt a legelső alkalom, amikor megpróbáltunk ismerkedni, tehát konkrétan fogalmam sem volt arról, habár láttam, hogy a Karcsi hogy közlekedik ezzel az autóval, de hát, hogy a gödrökben mit csinál, milyen féktávot lehetne hol venni. Tehát az első rövid 70 kilométer az inkább egy ilyen ismerkedés volt, tehát a nap végére még azért mindig csak magázottunk. Mit éreztél ott a rózsaszín tó partján a célba érkezést követően? Hát Isten igazából nem is ott, hanem mikor a gyorsasági szakaszoknak vége lett még az óceánparti száguldozás előtt. Hát egy-két könycseppet azért elmorzsoltam a szemem sarkában, hogy tudtuk teljesíteni ezt a feladatot. Voltak olyan mélypontok, amikor nem voltam benne biztos, hogy be fogunk jutni, de köszönet a rengeteg lelkes like-nak és hozzászólásnak, ami történt a Facebookon. Hát nagyon jó leső érzéssel tölt el, és olyan furcsán hangzik, de aki bárki kapott már ilyen posztokat, vagy valami olyan plusz energiával tölti fel az embert, és sikerült mindig túllendülnünk ezen a mélypontokon, és ha már megígértük a legelején, hogy mi minden áron ott leszünk, minden áron, de ott voltunk.
forróság után meg jött a jég, és itt nem a szaharai éjszakára gondolok, hanem az európai időjárásra, ugye? Olaszország és... Hát igen, más. Mikor a jégpáncél az autópályán hazafelé. Mikor Dakarból visszaért az autó, azért ki kellett menni Franciaországba, és onnan hazafele azért nem volt egy túl kényelmes az út. Maradtunk volna inkább egy kicsit még Afrikába, de hát ez is ugye vele járója, hogy a versenyautót és a szervizjárművet haza kell szállítani. Most ez a megtisztelő feladat idén rám és a navigátoromra hárult, úgyhogy mi abszolváltuk ezt a dolgot. A jeges rallit is abszolváltátok. Visszatértek következőre? Ha lehetőség adódik rá, mindenféleképpen szeretnénk. Most már egy kicsit több tapasztalattal, kicsit több tudással, ami szükségeltetik ahhoz, hogy végig tudjunk menni. És nem azt mondom, hogy teljes mértékig versenytempóban, de most is a cél lenne, de szeretnénk valami elérhető, kézzelfogható, elérhető eredményt felmutatni, ha más nem legalább a kategóriákban. Én azt gondolom, hogy maga a technika képes rá, azt gondolom, hogy mi is képesek vagyunk rá, és már csak a lehetőség kell, hogy megteremtődjön, hogy eljussunk oda. Szurkolunk nektek, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Kedves nézőink, Afrika után Európa, Monte Carlo, mert hogy ott zajlott a WRC idei első versenye.